A Settlement együttműködés 3 évében. Első évben ugye eljutottunk odáig, hogy megpróbáltuk összegyűjteni azokat a szervezeteket, akik körülbelül hasonlóan gondolkoznak. Második évben próbálkoztunk azzal, hogy az egyetemekkel, felsőoktatási intézményekkel felvegyük a kapcsolatot, akiknek mint terekként ajánlottuk ezeket a szervezeteket, és most a harmadik évben pedig odáig érkeztünk el, hogy egy képzést próbálunk neki dolgozni, ami kifejezetten arról szól, hogy aki Settlement intézményben akar dolgozni, vagy Settlement típusú működést akar elindítani, annak milyen tudásokkal, skillekkel, technikákkal kell felvérteznie. Hát igazából a mai műhelyben az volt a munka, hogy a... Mindenkiről, csak én nem. Hogy a résztvevőkkel közösen gondoltuk végig, a már elkészült. De most beteszed azt a... Nem. Jó, akkor... Tehát a mai műhelyben az volt a közös munka a résztvevőkkel, hogy ehhez a bizonyos konkrét képzéshez már elkészült vázlat alapján mi az, amivel még hozzá tud járulni így közösen a nyári egyetem érdeklődő közönsége. És hát dolgoztunk egyrészt tovább ezen a vázlaton, ami a képzés tartalmát illeti, másrészt pedig egy másik csoportban gondolkodtunk arról, hogy kiknek kínáljuk ezt a képzést, illetve hogyan lehet egy ilyen képzési felhívást úgy megfogalmazni, hogy lehetőleg azok jelentkezzenek rá, akiknek ez igazából megfelelő lehetne egy ilyen képzés, mint tulajdonképpen ilyen settlement vezető képzésnek a kidolgozása vár ránk az elkövetkező fél évben, és ehhez a már meglévő javaslatainkhoz kaptunk további ötleteket a műhely munkában. Képzésről még annyit így utólag, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Főiskolai Kara, a Nyíregyházi Humánnet Alapítvány és az Életfelsegítő Szolgálat Egyesület konzorciumon nyerte el ezt a projektet, de a Settlement együttműködésből következően itt az a cél, hogy az a körülbelül 30 szervezet, aki eddig ebben az együttgondolkodásban részt vett, az részt vegyen ebben a képzés kidolgozásban is, és a gyakorlati tapasztalatait tegye bele a képzés anyagába. És itt egy olyan képzésben gondolkodunk, amely abszolút gyakorlatorientált, és a gyakorlatból hív szakembereket, akik már gondolkodnak azon, hogy valamilyen módon szeretnék frissíteni a saját tevékenységüket. Éppen ezért nagyon szélesre próbáljuk tárni a kaput, tehát hogy mindenféle humán diplomával rendelkező személyek majd jelentkezhessenek erre a képzésre. És rögvest a tanult tapasztalataikat, illetőleg a ott frissített ismereteket, illetőleg technikákat is elkezdjék alkalmazni a gyakorlatban. Éppen ezért van két olyan helyszín ebben a képzésben, a nyíregyházi huszártelep, illetőleg Ramocsaháza, ahol ezeknek a settlement házaknak a csirái már megvannak, és elkezdhetnek ebben dolgozni, és elkezdhetik ennek az egész szolgáltatásrendszernek a kigondolását, tervezését, és az embereknek a bevonását. Köszönjük szépen! Én is.